Visszatérő kedves vendéget üdvözlök a stúdióban, kedves nézőink! Kapuvári Gábor látogatott el hozzánk, azóta birkózó szakosztályának edzője, vezetője, teljesen mindegy, mit mondok. Én azt mondom, hogy nélküle nem működne ez a szakosztály. Szia Gábor! Szia, nagyon Gábor. Szépen köszönöm, hogy időt szakítottál, de tényleg ilyenkor a karácsonyi készülődésben, mert hiába nincs mese, néhány napon belül már karácsony van, el tudtál jönni ide. Első és legfontosabb kérdésem, milyen év volt a birkózó szakosztálynak a 2019-es? Nagyon jó évünk volt, nagyon sok érmet szereztek. Idén is, mint tavaly, a lányok muzsikáltak jól, tehát hogy jó eredményeket kiemelném Nagy Bernit. Junior Európa bajnok és világbajnoki bronzérmes lett az idén. Tehát ott nagy-nagy teljesítmény, illetve Dollák Tamara Európa bajnoki bronzérmes lett. Mellette voltak felnőtt magyar bajnoki címeink, és az utánpótlásról sem szeretnék elfeledkezni, diákolimpiai bajnokunk volt inkább szabad fogásban, mint kötött fogásban. A csapatbajnokságban hogy végzett? Mert mindig ott tudjuk azt, hogy ugye egyéni verseny a birkózás, és mindig arra készültök, hogy a csapat. Na most hogy áll a csapat? Most úgy áll a csapat, hogy ugye felnőttben az extraligában birkózunk, és ötödikek lettünk. Hát igen, jó, az képest, hogy nagyon fiatal csapattal álltunk föl, tehát az öregek, az idősebb, a tényleges felnőtt korosztályból 2-3 ember tudott csak birkózni. Tehát egy utánpótlás csikó csapattal értetek el a felnőttek között ötödik helyezést? Így van, gyakorlatilag igen. Nagyon örültem ennek az eredménynek, illetve volt egy utánpótlás csapatbajnokság, ugye ez mindig az év végén, tehát évközben, ahogy elmondtad, egyéni versenyek vannak, és évvégére szokott maradni a csapatbajnokság, és az utánpótlás csapatbajnokságban viszont negyedikek lettünk 21 csapatból. Tehát az nagyszerű, én úgy gondolom. Mint ahogy tudjuk azt, hogy hihetetlen erős klubok léteznek és működnek, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is, hát oda bekerülni. Jut eszedbe, szeretnek a srácok birkózni? Jönnek? Igen, jönnek, tehát a kicsik is, tehát az óvodások, ugye az óvodások korúak a legkisebbek, nyilván ők nem úgy birkóznak, mint ugye 15-16 éves gyerekek, de hogy szép lassan jönnek. Mindig panaszkodok a létszámra, mert mindig lehetne több, de igen, szép lassan jönnek. Én úgy gondolom, hogy köszönhető ez a új környezetnek is. Amiről majd ejtünk szót nem sokára, igen. De még az ennyire ne szaladjunk előre, igen. Mert akármiről beszélünk, ugye 2019, de 2020 az egy nagyon izgalmas évnek ígérkezik minden sportoló számára, igen. Ráadásul az újpesti birkózók számára is. Igen. Gondolok itt a tokiói olimpiára. Igen. Elmondtad a fiataloknak a gyönyörű eredményeit. Azért én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a felnőttek között van-e olyan versenyzőtök, tudod, mit úgy fogalmazok, versenyzőnk Újpesten, aki esélyes arra, hogy kikerüljön Tokióba az olimpiára, és szurkolhassunk érte. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban két versenyzőnek van esélye. Németh Zsanettnak ugye a 76 kilóba, és Varga Ádám kötött fogás, ő pedig a nehéz súlyba kap esélyt arra, hogy a kvalifikációs versenyen elindulhasson, ami itt van, ott fogjuk rendezni Budapest. Igen, ezért kérdeztem, hogy hazai környezetben, igen. Jól emlékeztem, mert igen. Ugye, ahogy én figyelem a sportágokat, minden sportágban másképp és másképp vannak a kvalifikációs versenyek. Erre van kihegyezve minden. Ezen dől el minden? Ez egyetlen esély? Nem. Tehát ugye van európai kvalifikáció, az Budapest rendezi, illetve van világkvalifikáció. Ott az még egy lépcső, a világkvalifikáció az utolsó lépcső, hogy kijussunk az olimpiára. Magyarázzuk el a kedves nézőknek azt, hogy lehet bekerülni a világbajnokság, bocsánat kérlek, az olimpiára. Hát ugye 2019-ben a világbajnokságról tud kijutni 6 fő. Igen. És utána vannak kontinens súlycsoportonként 6 fő, igen.
És utána akik már megszerezték a VB-n a kvótát? Akik megszerezték a VB-n a kvótát, azok már ugye a kvalifikációs versenyen nem indulnak. És akkor vannak kontinens viadalok, tehát Európa, Ázsia, Amerika, Fán-Amerika, tudom én, Ausztrália. Onnan is kettő ember, illetve van egy világ kvalifikáció, onnan az egész. Tehát összesen, ahogy elkezdtem számolni, 16-18 hely van egy súlycsoportban. Így van. Ebből hatot már akkor lefoglalt a világbajnoki első hat helyezett. Így van. Ha ne adj Isten, ezen a fővárosi budapesti vagy magyar, itt Budapesten rendezik? Igen, Budapesten. Budapesti kvalifikációs versenyen, nehogy Isten, nem sikerül megszerezni. Hol kell végezni? Első-második? Hogy... Első-második, tehát a döntőbe kell. Döntőbe kell kerülni. Így van. Akkor azt lehet mondani, hogy helye van az embernek, vagy helye van a magyar csapatnak? Tudod, miért kérdezem? Biztos. Igen, hát én úgy gondolom, hogy helye van a két emberünknek, helye van a magyar csapatban. Ez egy diplomata, a sportvezető, nagyon jó. Igen. Elmondjuk azért a kedves nézőknek mindenképpen, hogy hát három évvel ezelőtt az olimpiára kivívta a helyet az Ádám, ugye, Varga Ádám. Igen. Megszerezte a kvótát, és nem utazhatott. Nem ő utazott el az olimpiára. Ezért kérdeztem azt, hogy ha most az Ádám megszerzi a kvótát, akkor ugyanaz a helyzet, hogy... Az Ádám esetében ő 97 kilóba szerezte meg a kvalifikációt. Ugye ott volt egy olyan döntés elnökség, illetve szakvezetés szinten, hogy ugye le kellett nekik birkózniuk egy válogató. Én nem tartottam jogosnak, ez egy más kérdés. Kész, azon már túlléptünk. Most így van, azon túlléptünk, most ugye nehéz súlyba próbálkozik, és én úgy gondolom, hogy ha most ő neki megszerzi, akkor ő utazik. Igen. És Jeanette ugyanebben a cipőben jár, mondhatjuk, ugye? Hát a Jeanette, igen, csak hogy ő egyedüli uralkodó most jelen pillanatban a súlycsoportjában. Tehát én nem magyar színekben egyelőre nincs még jobb nála. Mekkora esély van? Most tudod, én a szakosztályt imádom, a srácokat imádom, de azért csak közeledik az olimpia, és a fejemre koppintanak, hogyha nem az olimpiára figyelünk, úgy Isten igazából. Mennyi esélyt adsz a két srácnak? Hát a Jeanette-nak is. Így van. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő ki fog jutni. Igen. Ez nagyon. Igen. Én hát úgy folyamatosan kísérem a munkájukat, látom. Varga Ádám mostanában nagyon sok klub munkát végez, és hogy tényleg belead apait, anyait. Bár még ugye az olimpia 200 valahány napra, 225 napra pillanatok alatt eltelik. Igen, pillanatok alatt eltelik. Ugye most alapozási időszak van, nagyon jól dolgoznak a gyerekek, külföldi edzőtáborok vannak még karácsony előtt, és igazából az érdemleges munka az ugye januártól, amikor már a birkózással, a technikával foglalkozunk, vagy foglalkoznak bent a válogatottban. És hát jönnek ugye azért még a versenyek is vannak, tehát nemzetközi versenyek is lesznek, nem csak erre, de a lényeg az olimpiai kvalifikáció. De a legjobb tréning a verseny, azt te is szoktad mondani. Igen. És még a olimpia előtt ugye el szoktunk feledkezni arról, hogy van egy Európa-bajnokság is, ugye az is egy fontos, lehet, hogy nem a Jeanette és az Varga Ádám fogja képviselni, mert hiszen nekünk az a fontos, hogy kijussanak az olimpiára, de tehát hogy még ez is benne van, mint versenyzési lehetőség. A kis ördög megszólalt bennem, ugye, hogy karácsony előtt beszélgetünk, itt évvége környéken beszélgetünk, hogy az Ádám nehéz súlyba indul, a Jeanette is az a legmagasabb nehéz súlycsoportban, hát nekik nem kell figyelni arra, hogy mit tesznek ilyenkor beigliből karácsonykor. Igen, most az Ádám esetében már említettem, hogy ő 97 kilós volt, és hogy azért minőségi izomzatot kell neki fölvennie, ugye? Tehát, hogy 130 kiló a plafon. Plafon. Tehát ugye ő alatta van bőven, de hogy egy ilyen 110 kiló környékén lenne, és ami minőségi izom, tehát nem ez a, hogy belaktam beiglivel, és akkor megvan a súlyom, tehát, hogy ez munkát el kell végezni mellé. És akkor ebben a súlycsoportban a 130 kilós hegyek között egy 110 kilós, az gyíkszerű gyorsasággal is rendelkezhet, nem? Igen.
Amúgy pedig nem jellemző, hogy 130 kilóig fölmennek. Már nem. Nem, ez ilyen 120 a max, tehát így valahogy. És Janett mennyire erősödött bele már a lányokhoz, mert sokszor beszélgettem vele, és mindig azt mondta, hogy igen, a saját ugye kadettbe, ifibe, juniorba, Európa, világbajnok, és sorolhatnám az eredményeit, itthon Magyarországon ugye verhetetlen ebben a súlycsoportban, és mindig azt mondja, hogy valahogy erő, még mindig nem elég erős a lányokhoz, az asszonyokhoz, a nemzetközileg, illetve világszinten. Én úgy látom az ő felkészül, amit mondasz, hogy nem úgy képzeljünk el, hogy fizikálisan, hanem én úgy kicsit úgy gondolom, hogy az állóképes egy picit gyengébb. De ezen tudunk javítani futással, hegyi futással, kerékpározással, spinninggel, gyors dobásokkal, tehát ezen tudunk javítani. Tehát a max ereje, a fizikális, az izomerő, az nincs. Inkább én az úgy gondolom, úgy látom, hogy ő neki el szokott fogyni a levegő időzőjelbe, tehát hogy ezen próbálunk segíteni, ezen próbálunk javítani. És vannak olyan technikai elemek, amik be kell vennünk a birkózásba, ki kell pótolni azokat a hiányosságot, a dobásokat, lentről a pörgetéseket, stb. És ezeket veszi át most a Zsanett. Igen. Mindig érdekelt engem, ugye azt pontosan tudjuk, hogy és egyetértek vele, szeretném kijelenteni, hogy nagyjából központosított felkészülés van, a válogatott sokat van együtt, sok összetartás van a birkózó válogatottnál. Igen. Mennyire látsz bele a válogatott munkájába, mennyire kéri ki, teszem azt a válogatott szövetségi kapitány, a válogatott edzője, a klubedzőnek a véleményét? Hát szoktunk beszélgetni, hogy mit kellene elég sokszor, inkább telefonon, ugye Ritter Árpád a lányoknál a szövetségi kapitány, és nagyon sokat beszélünk telefonon. Amikor Pesten készülnek föl, akkor én meg szoktam látogatni őket az edzésen. Tehát rálátásod van? Gyakorlatilag igen. A külföldi edzés, mert nekem ugye itthon vannak teendőim, de a külföldi edzőtáborban nem. De mindig lehet látni az eredményt, a pontosan, hogy a felkészülésben hol tart, stb. Úgyhogy van rálátás. Van, abszolút módon. Kontaktus van a válogatottal, nincs ennek ellentétek. Nincs, hála Istennek, mert ugye az nagyon fontos dolog, hogy egy akármiről beszélünk, egy sportvezető, egy edző, egy szakó, minden kicsoda, egyetlen egy dolga van idézőjelben kiszolgálni a versenyzőjét. Igen. Minél jobb eredményekhez segíteni. Igen. Mosolygos téma következik. Én úgy hallottam, hogy nem is olyan régen, tehát volt valami költözködés itt a Megyeri út környéke, jól emlékszem? Igen. Ugye, ha jól emlékszem, 2018-ba költöztünk ki a Megyeri útról, a birkózó teremből, és most lett vége, szeptember végén lett kész a felújítás. Addig a Szilágyi úton voltunk az atlétika pályán, és itt szeretném megköszönni az atlétika szakosztálynak, hogy mi albérlők lehettünk. Albérlők lehettünk, igen, és hogy tényleg nagyon szeretettel fogadtak minket. Én gondolom, hogy úgy volt, hogy azért nem voltak szomorúak, mikor mi elmentünk, de úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolat jött létre a két szakosztály között. És a lényeg az, hogy most vissza tudtunk költözni a Megyeri útra, csodálatos birkózó termünk van. Meg fogjuk mutatni. Hát várok benneteket szeretettel, mert tényleg... Azért nem mentünk most ki, és ezt a kedves nézőnek is elmondom, mert ugyan a gyerekek valószínűleg ott vannak, a kicsik ott vannak, de mi szeretnénk megmutatni azt, amikor a felnőttek ott vannak, a válogatott ott van, és mindenki. Tehát, hogy legyen egy jó nagy nyüzsgés, és hát, mint ahogy a Gábor említette, ugye most, még most is külföldi edzőtáborban van a krém, bocsánat, hogy így fogalmazok. Jövünk, ígérem, jövünk. Ott jó, veszünk. Hát mi megvárunk benneteket szeretettel. Jó lett, meg minden? Hú, nagyon jó. Én annyira jól érzem magam ott, hogy szinte az egész napomat ott tölteném. Jó, hát a hosszú házasság titka kevés egybeszélés, úgyhogy semmi gond ezzel. Ahogy is, otthon is szeretek lenni, úgyhogy ebben nincs gond. De tényleg, tehát hogy mindennek megvan a helye, és hogy hát én csak csupa jót tudok elmondani. Olyan lett, amilyet elképzeltetek, vagy olyan lett, inkább ez a jobbik kérdés, ahova te is szívesen leviszed a gyerekeidet tréningre?
Tudni kell azt, hogy ugye folyamatos egyeztetés volt a mérnökkel, aki tervezte az épületet, és minden, gyakorlatilag minden szög meg lett beszélve, hogy minden hova kerüljön. Úgyhogy, és mint a végén is voltak némi módosítások, én kértem portát, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag minden, ami a kérésünk, az én kérésem, a kérésünk, ugye én szakosztályt képviselek, mindent megkaptunk. És minden rendben van. Minden. Már csak az eredmények hiányoznak, amiket igen. meg azért az elmúlt évben, ebben az esztendőben nagyon szépen hoztatok. Igen. Említett, hogy mindennek megvan a helye. Egy icipici hely sincs valahol, valamelyik falon. De van, hogy ne lenne. A falak még üresek. Falak üresek? Akkor én most egy, kedves nézők, történelmi pillanat következik, meglepetést. Na hát én tudok, kíváncsi vagyok. Okozok, remélem. Nem a fehéret mutatom a kedves nézőknek, nem megfordítottam, beszélek, mert majdnem lejtettem. És én ezt a képet szeretném ajándékba adni az új terembe, és nektek, hogy meg tud mutatni Asta. Őket a birkózó palántáknak, remélem nem csillog be, hogy az van odaírva, hogy emlékül a három baráttól, jó baráttól, három olimpiai bajnok ül egy asztalnál, Kozma István, Polyák Imre és Varga János. Jól mondtam el? Jól vizsgáztam? Így van, így van. Én ezt nagy-nagy szeretettel átnyújtanám ezt a képet nagyon neked. Nagyon szépen köszönöm. Bízom benne, hogy nagyon jó helyre került. Én ezt körülbelül 20 éve őrzöm. És nagy szeretettel ajándékozom a birkózó szakosztálynak. Hát ez a legszebb karácsonyi ajándék. Így gondoltam köszönöm én is, szépen. Hogy legyen ez egy karácsonyi ajándék a szakosztálynak. Gondolom elmondod majd a gyerekeknek ott, hogy mégis kik voltak ők. Igen. Illetve Varga János még él, közöttünk igen, van, hál' Istennek, mint nemzet sportolója, tehát vele még találkozhatnak is. Egyedüli olimpiai bajnok élő. Így van. Gábor, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és örülök annak, hogy meglepetést is tudtam szerezni, vigyázzatok magatokra, sok jó eredményt, nem kívánok semmit az új esztendőre, csak annyit, hogy dolgozzatok sokat, és sérülésmentesen ússzátok meg a kvalifikációkat, és szurkolhassunk legalább a két embernek az olimpián. Köszönöm szépen, és várunk szeretettel benneteket az új terembe.